Tolna megye legmagasabban fekvő lakott területén vagyunk, a Bonyhárd és Dombóvár között. Nem csoda, hogy az Aponyi családot is megihlette e környezet, és az 1700-as évek végén itt kastélyt is építettek. A Tolna megyében található Aponyi kastélyok közül most a lengyeli Aponyi kastély udvarában vagyunk. Jól látható, hogy ez nem a Hőgyészi Aponyi kastély, szállal mögöttem látható épület szárnyból is. Jelenleg itt szakközépiskola működik az épület együttesben. Nagyon-nagyon értékes a nagy területen elterülő parknak a növényállománya. Egyébként 1824 és 29 között építette gróf Aponyi József magát a kastélyt, és a kertet pedig egy bécsi kertésszel terveztette, bizonyos Sedlmeyerrel. Na hát akkor nézzünk egy kicsit körben itt a kertben. A település jövőjét hosszú távon meghatározták az Aponyi család, akik 1799-ben vásárolták meg a lengyeli birtokot, Aponyi György. Az ő jóvoltukból nagyon sok felvirágzott a falu, a gazdaság, és nagyon sok emléket hagytak, és nagyon sok épületet hagytak itt ránk, amiből most építkezünk, és a turisták látványossága lett. Az egyik ilyen az óvoda épülete, az volt a grófnak az első kis kastélya, aztán az Aponyi kastély, ami most mezőgazdasági szakközépiskolaként működik. Aztán van egy gyönyörű borpince, amit ugyanúgy a gróf épített, azt most egy vállalkozó megvette, és felújította egy ilyen látványpincének. Aztán van egy svájcerány nevezetű épületünk, ami most nem funkcionál, de ez volt a grófnak egy istálója, és a templom az ő nevéhez fűződik, ami most katolikus templomként működik. Lengyel élete és virágzása azonban nem kizárólag az Aponyi családdal kezdődött, a szálak egészen időszámításunk előttig nyúlnak vissza. Lengyel területén az emberi települési nyomok az időszámításunk, vagy az új kőkorszaktól az időszámításunk előtt 2800-2500 körül. Ezt bizonyítja a Vosinszki Móra által végzett ásatások a török lengyeli sáncon. Ez 1882-86-ig voltak az ásatások, és ez lett a lengyeli kultúra, ami világhírűvé vált Lengyelen. Közigazgatásilag most már nem lengyelhez tartozik ez a sánc, hanem Mucsihoz, de ezt a világon mindenhol hozzánk párosítják, tehát ez akkor a lengyelhez tartozott. A lengyel település nevét 1308-tól jegyzik. Erre két verzió van, hogy miért lett lengyel. Az egyik az, hogy lengyel telepesekről, vagy pedig a másik verzió az, hogy lengyelen lakott egy olyan család, hogy lengyel nevezetű család, és valószínű ez a verzió az igaz. A lengyel a török kor előtt magyar lakta település volt, a törökök elvonulása után teljesen lepusztult lett. A 13. században Báró Amada gróf hozott ide Fulda környékéről német telepeseket, és azzal népesítette be Lengyelt. Lengyelen 1945-ig német ajkúak laktak. A háború azonban ezt az érintetlennek tűnő, a völcsék dombjai között meghúzódó község lakosait sem kímélte. A II. Világháború után székely családokat telepítettek be a faluba, a viszontagságokból az itt élők, mint oly sok más magyar területen előnyt kovácsoltak, és a több nemzetiség együttéléséből születhetett az a kulturális sokszínűség, ami ma Lengyelt jellemzi. A falut több mint 500-an lakják most. Ma a régi kis kastélyban, amint mondtam is, óvoda működik, 28 gyerekkel, két óvonőnk van, egy dadánk és egy kisegítő személyzetünk van. Az óvodát saját pénzből újítgatjuk fel, mert sajnos nem tudunk soha pályázni rá, mert mindig egy szón vagy egy mondaton múlik az, hogy lekésünk, vagy éppen nem ránk írták ezt a pályázatot. Általános iskolánk sajnos már nincs, 1997-ben gyermekhiány miatt be kellett zárni. Most az épületben egy óvodatörténeti múzeum működik, amit Fábián Andrásné, Teri óvónéni kitartó munkájának és szorgos kezeinek köszönhetünk. Nagyon szépen elkészült. Tervben van még nekünk egy Aponyi, ugyanebben az épületben egy Aponyi szobának a létrehozása, amit
Kapos Naturpark embereivel és a Dombovár polgármesterével szeretnénk létrehozni, ami aponyi örökségekből állna. Ez pedig már szorosan összefügg a Kapos Hegyhát Naturpark célkitűzéseivel. Tehát Lengyel is bekapcsolódik annak a 14 községnek a turizmust segítő munkájába, akik épített, természeti és kulturális értékeiket átláthatóan és csalogatóan tudják a pihenni vágyók elé tárni. Turistautakat készítünk, tehát a helyi értékeket védjük velük, tehát hogy minden községben, ami helyi érték van, azt meg is tudjuk mutatni, megvédjük ezzel, és ezt szeretnénk így létre. Már meg is van, már turistautakat folyamatosan festjük ki két-három község között, aztán Dombovárig el tudunk jutni vele, tehát ez mind a turistáknak és a helyi lakosoknak is, meg a vállalkozásoknak, hogy esetleg eljön ide egy turista, és a helyi vállalkozó, akinek valamilyen terméke van, az már el tudja adni, tehát lesznek ilyen jelzések a házakon, hogy hol tudnak ilyeneket vásárolni, aztán ahogy bejövünk, akkor lesz térkép, de ez a zöld úttal is összefügg, amit a Gyulaj ZRT Tamási pályázott meg, és az is bekapcsolódik ehhez a programhoz. Lengyel, ha kicsi is, de előnyt tud kovácsolni erősségeiből, a felújítások, korszerűsítések a településen sok esetben saját erőből valósultak meg. Az elmúlt években nyertünk 210 millió forintot az államtól, mert adósságmentesek voltunk. Ebből felújítottuk, van Lengyel és Száraz között egy út, ami 1700 méter, ezt olyan 15 évvel ezelőtt építették, és nagyon tönkrement, azt újítottuk fel, de sajnos megint már rossz állapotban van, mert annak idején az alapok nem jól lettek lerakva. Ebből a 210 millió forintból még felújítottuk az óvodánknak a nyílászárói, tehát új nyílászárók lettek, árkokat készítettünk, járdákat aszfaltoztunk, aztán a temetőnek a körbekerítése megtörtént belőle, és a temető feljáratát megcsináltuk, úgyhogy a mozgássérültek is fel tudjanak menni. Nyertünk még a pályázatot az orvosi rendelő felújítására, ez 19 millió forint volt, ebből felújítottuk az orvosi rendelőt, és eszközöket vásároltunk a házi orvosunknak, és az épületnek az orvosi rendelő részét, a tetőt meg tudtuk csinálni, és a mellette van a szolgálati lakás, azt pedig saját erőből készítettük el. Aztán nyertünk falugondnoki szolgálatot, mert egy kis buszunk már volt, azt már egy 3 évvel ezelőtt nyertük, és most beléptünk a falugondnoki szolgálatba. Ez azért is nagyon jó, mert egy ember bérét és járulékát megkapjuk, és így az idő nagyon... Hát eléggé idősödik a lakosság, nagyon sokan rászorultak, és így tudjuk őket a kis busszal szállítani, orvoshoz vinni, minden héten Bonyhádra az STK-ba megyünk, akkor az ételszállítást meg tudjuk ezzel oldani, a gyerekeknek az óvodába is visszük az ételt, ugyanis úgy vásároljuk az ételt az aponyi iskolától, mert nekünk csak melegítő konyhánk van, és digitális jólét programon nyertünk 1 millió forintot, azt pont ma délelőtt hozták ki az informatikai eszközöket, most csomagolják, úgyhogy azt hiszem laptop van benne, tehát, és vállaltuk ezzel a pályázattal azt, hogy a 65 év felettieket csinálunk tanfolyamot, a kolléganőm Milleiné Kelemen Csilla, ő szakképzett ebben, és ő vállalta, és akkor a 65 év felettieket megpróbáljuk megtanítani ezeknek a kezelésére, okostelefon, a tablet és a laptopnak és a világhálóra, hogy föl tudjanak az idősek is csatlakozni. A 1 millió 200 ezer forintot nyertünk még az alacsony összegű fejlesztések támogatásán, ebből az Árpád utca lesz felújítva. Mindezek nagyban hozzátesznek ahhoz, hogy Lengyel egy a fiatalok számára vonzó, élhető és így egyre bővülő, szépülő település legyen. A testület hosszabb távú tervei, hogy a fiatalokat helyben tehát hogy itthon tartsuk őket. Ennek érdekében elég sok mindent megteszünk. Évek óta van már az első lakáshoz jutók támogatása. Ez azt jelenti, hogy aki lengyeli lakos, tehát aki egy éve már lengyeli lakos, és házat szeretne vásárolni itt Lengyelen, akkor 150 ezer forint, maximum 150 ezer forint támogatást kap, vagy pedig a bekerülési értéknek a 10%-át. Minden újszülött kis csecsemőnek 20 000 forintot adunk ajándékba.
hogy ezzel is ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy kisbabák szülessenek, és minél több. Hát nagy öröm számomra, hogy a hétvégén is volt egy esküvő, ahol lengyeli volt a vőlegény és lengyeli a menyasszony. Ők helyben vettek házat, úgyhogy ők valószínű, hogy itt fognak maradni. Bízunk benne, hogy így nyár derekán, ha csak egy hétvégére, vagy akár csak egy napra is, de kedvük támadt bebarangolni Tolna megyében lengyelt és lélegzeten állító környezetét. Mert hiába ismerünk távoli tájakat, mit sem ér, ha saját hazánkról, vidékünkről nem tudunk mesélni idegen országok embereinek.